Ugye kevesen vagyunk, akik munkánkat templomtorony függőleges falán 200 kötélen lógva mernénk végezni, mint ez a három ember. Pedig a toronyjavítás nem tanult szakmájuk. Dr. Töröktől matematikus, Kollár Lajos színházi ügyelő, Szendrő Szabolcs pedig vasúti dolgozó. Mindhárman hegymászók és a toronyjavító munkával fizetésüket egészítik ki. Szendrő Szabolcs egy dologban különbözik két társától. Gyerekkori vonatbalesete miatt fél lábát elvesztette. Akarat erejét annál kevésbé. Először dolgozom toronyjavító munkán. Török Turul és Kollár Lajos hegymászó barátom hívott erre munkára, mivel szükségünk van egy kis fizetés kiegészítésre. Számomra nagyon érdekes volt, amikor felkiabáltak a toronyba a gyerekek, hogy ha-hó, égi emberek, mert ilyennel sziklákon nem találkozhat az ember. Szendrő Szabolcs vagyok, Mária Besnyön születtem. Vasútnál a Landler WWF-nél dolgozom több mint 20 éve. Már gyermekkoromban szerettem volna erős ember lenni. Nekem a sport mindig nagyon sokat jelentett. Mivel legjobban az izmot a súlyemelés fejleszti, ezért odahaza egy darab sínnel edzettem. 16 éves koromban az egyik edzésen már majdnem annyit emeltem, mint az akkori serdülő országos csúcs. Vonatbaleset miatt a bal lábamat amputálni kellett. Ha fél lábamat nem veszítem el, talán még felnőtt bajnok is lehettem volna. Baleset után nem volt más lehetőségem sportolásra, egyedül a kajak. Ezért elmentem a BKV előrébe kajakozónak. Én előre bejelentettem, hogy hiányzik a lábam. Hogy fogadnak vagy se, hát elfogadtak. Ugyan megmondták azt, hogy jó versenyző nem lehet belőlem. Pár év után sikerült felküzdeni magam az első osztályba. Tulajdonképpen a vasút adja nekem a kenyerem. Nekem az átlagnál jóval kevesebb a pénzem, nem is az anyagi elismerés tartott, hanem a barátaim. Mert lehetőségem lett volna már elmenni máshova dolgozni sok ezer forintos különbséggel, de nem tudom otthagyni ezt a munkahelyet, mert emberileg olyan sokat kaptam tőlük, hogy biztos innen megyek nyugdíjba. A balesetem után öcsémtől kaptam karácsonyra egy könyvet. Ez az Alpokban levő Eiger északi fal megmászásáról szólt. Talán ekkor éreztem először azt, hogy ez egy fantasztikus feladat, és nagyon szeretném csinálni. Az egyik kollégám rávett, hogy menjek ki az Alpokba. Az Alpok túra sikerült, 3 darab 4000-es hegyre sikerült feljutnom biztosítás nélkül. Volt olyan csúcs közöttük, ahol láttam hegymászókat visszafordulni, annyira viharos volt az idő, de úgy gondoltam, hogy soha az életben nem jutok ide-vissza, és nekem nem lesz több lehetőségem ezt a csúcsot meghódítani, és ezért kockázatot vállaltam, és felmentem rá. Egy kívülálló az úgy nézi, mintha én az embereknek szeretnék valamit bebizonyítani. Akár az, hogy fantasztikus súlyt tudok emelni, vagy bármelyik hegyre fel tudok menni, de én nekem ez magammal szembe kötelességem. Úgy érzem.
Nem szeretem, ha sajnálattal néznek rám, de erre az utóbbi 10-20 évben nem is volt talán már példa. Ezt a toronyjavító munkát mi két kötélen lógva végezzük. Ide komoly fizikai erőre van szükség, bátorságra, valamint nem illik szédülni. Ezért a pénzért, amit itt kapunk, nagyon meg kell dolgozni. Török Turú barátomnak 3 gyereke van, a háza épp készülőbe. Nagyon csodálkoztam, amikor megtudtam Turúról, hogy ő matematikus. Nekem biztos, hogy jobb a fizikai képességem, ennek ellenére ebben a munkában előttem jár. Kollár Lajossal együtt voltunk tavaly egy Kaukázus túrán, ott ismertem meg őt. Lajos színházi ügyelő, ő igazi fejjel mászó ember. Mindig tudja, hogy mit miért csinál. Könnyű volt megszeretni, mert mászás alatt láttam, hogy mennyire rendezett a mozgása, mindig tudja, hogy mikor kell elkezdeni a biztosítást, mikor lehet esetleg kötél nélkül mászni. Sokszor érzem, amíg megközelítjük a hegyet, hogy nekem itt semmi keresni valóm nincs, mert nagyon fárasztó, amíg elgyaloglok a hegyhez. Ha mászásra kerül a sor, akkor már minden megváltozik, mert elég erős talán a kezem ahhoz, hogy segítsek a lábamnak vele. Volt, amikor vissza kellett fordulni. Visszafordulni a legnehezebb dolog a mászásba. Állítólag csak az igazi nagyoknak a tudománya. Vagy a gyengébbeké. De ezt nem lehet utólag megállapítani, hogy most gyáva voltam, vagy okos. Fordult elő már egy párszor, hogy úgy gondoltam, hogy vissza kéne fordulni, mert nem tudok tovább menni. Csak az a helyzet, mikor lenéztem, én nem vagyok egy nagy lefelé menő, és akkor inkább folytattam tovább az utat. A felelősség ott kezdődik el a hegymászásnál, amikor összeköti a két hegymászó a kötelet, mert attól kezdve társak és barátok kell, hogy legyenek. És minden mozdulatot meg kell gondolnom ahhoz, hogy egy kizuhanással a társamnak esetleg az életét is kockáztatom. Én mindig a másikra kell, hogy gondoljak. Mindig a társnak kell a szem előtt lenni, mert képtelennek érzem magam arra, hogy visszajöjjek, és azt mondjam, hogy nem hoztam vissza fiát, vagy testvérét, vagy bárkit. Ha lefelé nézek egy meredek falvon, akkor egy pillanat alatt 150, 200, 300, 500, 1000 méterre lecsúszik az ember szeme. Ez borzasztóan zavaró, egész egyszerűen megfolynak a tárgyak, megzavarodik az ember, el tudom képzelni, hogy ez még az egyensúlyszervet is befolyásolni tudja. A mászás nem csak láb és kar kérdése, hanem a szív és a tüdője is. Mert nagy magasságban már nagyon kevés az oxigén. Van, aki fel tud menni 8000 méter magasra is, van, aki csak 6000-ig. Kollár Lajos a Kaukázus legmagasabb csúcsát, az Elbrus mászta meg, mely 5600 méter magas. Török Turul az Alpok legmagasabb csúcsán járt, mely 4800 méter magas. Nekem sikerült a Pamirba 7100 méter magasra felmászni, de nem mindig a magasság számít. Hanem az a lényeg, ami fölviszi az embert, ami miatt oda megy az ember. Ebből a szempontból példaképem Szabolcs, aki nem két lábbal, tulajdonképpen fél lábbal dolgozik, fél lábbal mássza a hegyet, és Kaukázusban együtt voltunk kint, valahogy mindig előttem járt, kondícióban is előttem járt, nem beszélve arról, hogy akaratban sokkal előttem járt. Szabolcs az az ember, akiben maximálisan meg lehet bízni, nem csak itt lent, hanem ami a legfontosabb, a hegyeken.
Szabolcs nem azért csinálja a hegymászást ezzel a csonkolt lábával, mert meg akarja mutatni, hogy ezzel is lehet csinálni, hanem ő akart valamit csinálni, közbe jött egy helyzet, elirányította tőle elvileg, de kiderült, hogy nem lehet, mert az akarata többre viszi, saját magának tartozik avval, hogy csinálja az élete kerékvágását tovább. Rá is bennék bízni magam minden tovább minél. Minden évben kimegyünk júniusban homokkövekre, mert akkor van a születésnapom. És mivel egyik legöregebb mászó vagyok, talán a legöregebb is, ezt mindig ott ünnepeljük meg. És minden alkalommal egy nagyon nehéz utat kell nekem megmászni. Ezt többnyire a többiek nézik ki nekem, és az egy méltó ajándék, ha abban az évben is tényleg egy minimum 8-as nehézségutat sikerül teljesíteni. Minden embert más hajt a sziklamászásba. Van, akit csak a teljesítmény érdekel, mennyi idő alatt tudott fölmenni. Van, akit esetleg a szépség is. Számomra magába egy szikla, amin egy fűszál sincs, az is el tud bűvölni. Általában naplót szoktam vezetni a hosszabb túráimról, hogy emlékezzek rá, hogy néha-néha én is föl akarom adni. Érzem, hogy nem bírom tovább. Ezt ha nem írom le, csak a szép marad meg az emlékezetemben. Az, hogy valakinek tértől lefelé nincsen lába, és ilyen teljesítményre képes, hogy Magyarországon a legjobb hegymászó, olyan helyeken járt, ahova én valószínűleg soha az életben nem fogok eljutni, nemhogy azokat megcsinálni, de oda eljutni se fogok, hogy amikor az ember róla először hall, akkor azt mondja, hogy hát ez nem igaz, ez nonsens. 40 éves vagyok, most már fáj elég sok ízületem, ezek figyelmeztetnek, de nem eléggé. Talán akkor lenne az embernek akarattereje, ha azt mondanám, hogy most befejeztem, de erre én legalábbis képtelen vagyok. Az embernek mindig vannak álmai, hogy milyen magasra vagy milyen nehézségű falat akar megmászni, és sajnos ebben nincs megállás. Itt van most már hátam mögött az Alpok, a Pamir, és még mindig képtelen vagyok abba hagyni. Mindig van valami új, vagy nehezebb, vagy magasabb csúcs, amire úgy érzem, hogy fel kell jutnom. Nekem föl kell menni. Minden csúcsra. Csúcsra feljutva nem mindig érzem az igazi boldogságot. Amikor a Kaukázusba feljutottam az Elbrusra, akkor társaimmal összeborultunk és bőgtünk.